A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Daróczi Erzsébetet, az Új Néplap és a Szoljon.hu karcagi tudósítóját, aki szeptember 19-én Budapesten a 32. Magyar Kézművesség napja alkalmából a kézműipar szolgálatáért sajtódíjat vett át, valamint Kele János, rendőr alezredest, a karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának osztályvezetőjét, aki szeptember 16-án Szolnokon a területi Prima díját adó gálán az évrendőre elismerésben részesült. Dr. Rádi Norbert, rendőr dandártábornok, a Jászlanykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Dr. Karsai Lajos, rendőr alezredest bízta meg szeptember 1-től a Jászlanykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatóság közrendvédelmi osztályának osztályvezetői feladataival. A karcagi rendőrkapitányság kapitányság vezetői feladataira pedig dr. Bencsik Béla rendőr alezredes nevezte ki. A kapitányság távozó és újonnan érkező vezetőit a képviselőtestület és a város nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Elfogadásra került az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása, valamint az első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló, melyből megállapítható, hogy a kiadás megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg, megőrizve a költségvetési egyensúlyt. Egyhangulag jóváhagyta a testület a karcagi többcélú kistérségi társulás intézményeinek 2023. évben végzett tevékenységeit ismertető tájékoztatót. Döntés született a karcagi polgármesteri hivatalnál történő igazgatási szünet elrendeléséről a 2024. december 30 és 2025. január 1-e közötti időtartamra. Módosításra került a Dériné Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár alapító okirata, mivel az intézmény sportcélú tevékenységet nem folytat, csupán az ingatlan üzemeltetését végzi, valamint a Túrinform iroda is megszűnt, így a nevéből és az alaptevékenységek közül is kikerült a sport, illetve a turizmus. Az intézménynév pontosítása jogszabályi megfelelőség miatt is szükségessé vált, mely 2024. október 1-től Dériné Művelődési Központ és Városi Könyvtár. Október 1-től a karcagi Hírmondó önkormányzati hetilap szerkesztésével, kiadásával és terjesztésével járó tevékenység is kikerül a Dériné feladatköréből, és visszakerül a Györfi István Nagykun Múzeumhoz. Az új telephelyek felvétele és a feladatkörökben bekövetkezett változás miatt szükségessé vált a múzeum alapító okiratának módosítása. A Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz a karcagvárosi önkormányzat képviselőtestülete már az ösztöndíj első meghirdetésétől kezdődően csatlakozott, és 2025-ben is támogatni kívánja saját költségvetéséből a pályázókat. A Jászlanykun Szolnok vármegyei önkormányzat beruházásában megvalósult iparterület létesítése Karcagon című projekt lezárásához és elszámolásához szükségessé vált egy használatot biztosító szerződés megkötése, melyet egyhangulag jóvá hagyott a testület. Módosításra került a Karcagi Erőforrás Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés, valamint Karcagváros víziközműveinek 2025-2039 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve is.